Sziasztok, Bodzi vagyok, és ma egy triggös szakasz replayt hoztam nektek, de Isten igazából itt most nem is a szakaszról fog szólni, hanem Kobra Esernek a VK 101-es csatáját fogom Isten igazából bemutatni. Ugye a VG a mostani patchben megalkotta a Mausnak a kis testvérét, bedobta a mosógépbe, kicsit összemosta, kicsit összement, és megalkotta ezt a tankot, ami megfelelően használva a TR8-ban azért nagyon brutál tud lenni. És hogy miért is hoztam ezt a replayt nektek, ugye van az Objekt 260-as küldetés, Heavy Tank 15-ös, ugye ott 14.000 lepattanót, saját sebzést, illetve saját életerőnket kell összeszedni. Ugye ez mindenki általában az IS-7, Maus, E100, nagyobb 10-es tankokat hoznak, hát Robinak ezzel a 8-asra sikerült ezt megalkotnia, és akkor nézzük is, hogy mit alkotott ebben, illetve először nézzük is meg, hogy mi ez a tank valójában. Ugye szemből kapott egy 200 mm-es frontpáncélt, egy 230 mm-es toronypáncélt, illetve van egy 220 mm-es kupolája. Ugye a frontja a döntöttségének köszönhetően olyan 282 mm-nek felel meg, tehát az már egy TR8-as tankkal azért már kicsit azért nehezebben üthető be. Az egyetlen Isten igazából gyenge pontja az a hasa alja, ami 135 mm-es páncéllal rendelkezik, és ez nagyjából a döntöttsége miatt olyan 200 mm-es effektív értéknek felel meg. Ugyanakkor nézzük meg, hogyha beáll nagyjából egy ilyen mondjuk 15-20 fokos sidescrape pozícióba, akkor mitől op ez a tank? Hát hiába van 130-as páncélja, az effektív érték egy 513 mm. Ez még a TR10-eseknek is egy kemény falat. És akkor nézzük is az ágyút rajta. Ugye alapból két ágyúval választható. Van a 10,5 cm-es L52-es, illetve van a 12,5 cm-es L50-es ágyú rajta. Ha ezt a ágyút válasszuk, a kisebbet, akkor ott van egy 200-244, illetve 60 mm-es átütésünk, és nagyjából átlag 320-as damage-el számolhatunk. A pontossága az nem annyira rossz, heavy tank létere 0,36, ami az társul alapból egy két másodperc környéki szűkülési idő. Ugye maga a átütési értékeket itt látjátok, ha viszont kicseréljük a 9-es ágyúra, akkor már csak 4 lövést tud leadni percenként, viszont az átütése megváltozik, ugye 220, 260 és 65 mm-re, viszont a damage-e már 440-eket fog szórni, ugye a lövedéke pedig 630-at. És akkor nézzük is, hogy Robi mit alkotott ebben a körben. Let's get this show on the road. Érdekes módon meglepő, Robi erre a tankra egy gyönyörű szép periszkópot rakott fel. Gondolom itt a látótávját akarja kihasználni. Ugye az előbb mutattam nektek, hogy mennyire erős ez a tank frontból. Ugye Robi próbál bemenni ebbe a kis ablakba. Ugye ott van a druszája. És már is szedegeti össze a lepattanókat Robikám. Ez a tank azért nem belőhetetlen, tehát tévedés ne essék, de egy 8-asnak, főleg ebbe a pozícióba, bőven nehéz lió. Ugye Gold Maradsz és Candy elment az F7 környékére. Persze egy Potter hol legyen ott hátul. Ezt meg is köszönte neki a mi csapatunk. Goldmalac ugyanis kiszedte. A vézénk az előre rohan, de hát ez így teljesen felesleges szinte. Szegény T20, ez egy jó kis fókusz kapott.
az ágyú azért legalábbis így Robinak a replay alapján elég pontosnak tűnik. Az, hogy a Wargaming minek tett bele összesen 120 lőszert ebbe a tamba, én megértem, hogy jó nagy darab, de hát teljesen felesleges szerintem. Kíváncsi lennék, melyik lenne az a meccs, amikor ezt a lőszer mennyiséget el lehetne lőni. Ugye épp, hogy 2 perc eltelt, Robi már összeszedett 1140 lepattanót, és 1259 saját sebzést. Amúgy jegyezzük meg bűronra ez a tank, tehát ez az én saját véleményem. Kedves Berusz, ugye beírja, hogy Ideót Platon 2. Miért is az? Mert nem mennek előre megdögleni? Hát... Lehet látni, Robi gyönyörűen nem tudják belőni. Ugye most ugye az Erhám azért beverte valószínűleg legalul. Tehát betalált ott. Így van. Annak azért megvan a megfelelő átütése. De lehet látni, hogy Isten igazából jelen pillanatban ebből a tankállományból az, aki nagyon be tudja ütni, az az RHM, ha jó helyen találja el, akkor a VZ-111. És Robi semmi más nem csinál, mint de beáll egy nagyon jó kis pozícióba. Hagyja, hogy lövöldözzék őt. Ugye a Hellcatnek esélye nincs ezt a tankot átütni. Egyszerűen csak záporoznak rá a lövések. Tehát nem belőhetetlen a tank, tehát ne higgyük azt, hogy ez egy betonbunker, amit nem lehet kivégezni. Ki lehet, csak jól kell használni. Lehet látni a Erhámnak a 750-es lövése lepattan itt szemből. KV-85-nek a nagy ágyúja. Ugye a VZ azért be tudta lőni, ott legalul lehet látni. Már is 8200 lepattanónál jár. Félelmetes, félelmetes. Mindjárt eléri a 9000-et. Mindenki próbálkozik itt mindennel. Ugye most elfordított a tornyát, ezért tudta az IKV belőni. Ugye így azért már gyengébb volt. Lehet látni, azért viszonylag jól szűkül, pontos az ágyúja. És meg is van az első killje, és már 12000 lepattanónál jár. Igaz, hogy már csak 35 HP-ja van, és nagyon jön rá a VZ-111. Robin megpróbál menekülni. És ugye nem szeretjük a szarrágokat, azaz az artikat, de ilyenkor azért jó, ha vannak. És már csak 35 HP-ja maradt Robinak, de hát a küldetése már most megvan. Kedves Berusz, még mielőtt nekiállnál újabb észt osztani, először várj meg mindig a csata végeredményét, légy szíves. Én hiszem, hogy Robin most már itt elvesztette a türelmét, mert egész végig írogatott ez a kedves játékos, akinek ha megnézitek az értékét és a teljesítményét, azért nem igazán fényes, és ráadásul most már sértegeti is a
szakaszt. El kéne kicsit gondolkozni magán ennek az úriembernek. A csata végén megnéztük, hogy miért is nem tudnak játszani azzal a prémtakkal azért. Egyet azért nem szabad elfelejteni, a kupolája az egy gyenge pont. És ugye van egy Erhelm, akinek azért egy szép kis átütése van. Sajnos Robi ezen az oldalon itt teljesen magára maradt. Az AMX 50-100 ez valószínű től, tehát rá nem nagyon tud számítani. Aki be tud ide Isten igazából segíteni, az talán Candy a 252-vel, illetve az Arti. A saját érjében mégis ez a tank nagyon brutál lett. De mondom, még egyszer ismétlem, jól kell tudni használni. Tehát nem frontból, nem szemből, be kell forgatni egy kicsit úgy, hasa alját elrejteni, és onnantól kezdve elég érdekes ezt a tankot belőni. Robin most vár. Hát, ha valaki dob neki egy kis spotot, más nem igazán tud tenni. Ugye Kendék most indultak meg föl a hegyre. Berúszna legnagyobb örömére. Ugye a hegyen felbukkant a ellenfélnél a Drusza, a VK. De hát elméletileg a Objekt 252 U-nak, azaz a Defendernek ez nem igazán ellenfél így. Hát Robikám, itt nagyon magadra maradtál. Innentek ezen most már csak egy türelemjáték, 35 HP van, nagyon nem lehet ugrándozni. De lehet látni, azért nem nagyon mernek rájönni. Hát a Robi elengedett egy blindshotot, hát ha az IKV-val betalál. Ugye a VK 45-02 valahol ott van a hegy alján. Mert szerintem ez pont elmehetett a tank mellett, mert pont elmozgott a VK. Hát igen. Itt ért véget Robinak a csata, az Erhelm azért kiszedte, viszont a fiúk legalább fölülről letolták a ellenfelet. Ugye Kendiek megindultak, most már lefele van három ellenfél, akik nem igazán ellenfelek ezeknek a Objekt 252-knek. Ugye Candynek van több HP-ja, ő viszi előre a tankot, ő megy inkább elől. Az IKV-t gyönyörűen kiszedte. Maradt egy Hellcat, meg egy Erhelm. Hát sajnos az Erhelm pont kiszedte goldmalacunkat. Ugye a Hellcat az lepadta róla. És az Erhelm fel van borulva. De legalább nem tud besegíteni a Hellcatnek. És
És Kendall lövésével véget is ért a meccs, és akkor nézzük is, hogy mit alkottak a fiúk. Robi megkapta ezért a meccsére a hidegfejűt és a nagy kalibert, kiosztott 3161 sebzést, 11.935 lepattanót tudott összeszedni, 41 találatot kapott be, abból 36 volt lepattanó, 5 viszont átütötte, így hát ez viszont az életébe került. Ugye ez a noob szakasz, ez kiosztott közel 8000 damage-et, míg a kedves Berosszunk, aki egész végig kajabált a meccs alatt, kilőtt 39 lövedéket, volt 501 sebzése, 6 találata, nem biztos, hogy nagyon kéne itt a meccsek alatt erőltetni ezt a stílust. Köszönöm a figyelmet, Bodzi voltam, sziasztok!